február 8, 2 Mózes 28, 1, 43. Te pedig hívasd magadhoz Izrael fiai közül testvéredet Áront fiaival együtt. Ők legyenek a papraim, Áron, valamint Nádáb, Abihud, Eleázár és Itamar Áron fiai. Készíts szent ruhát testvérednek Áronnak, hogy méltóság teljes és ékes legyen. Beszélj minden hozzáértő emberrel, akinek művészi képességet adtam, készítsék el áron ruháját, hogy fel lehessen szentelni, és így az én papom legyen. Ezeket a ruhákat kell elkészíteniük, a hósent, éfodot, palástot, mintásköntöst, süveget és övet. Készítsenek szent ruhákat testvérednek, Áronnak és fiainak, hogy az én papjaim lehessenek. Aranyat, kék és piros bíbort, karmazsén és nemfonalat használjanak hozzá. Az évfodott aranyból, kék és piros bíborból, karmazsinfonából és sodrott lenfonából, készítsék művészi szövéssel. Két egymáshoz élő várrésze legyen a két végén, amelyeket egymásba lehet kapcsolni. A rajta levő övet, amelyel majd felövezik, ugyanúgy ugyanabból készítsék. Aranyból, kék és piros bíborból, karmazsinfonálból és sodrott fonárból. Azután vegyél két ónészkövet, és vésd rájuk Izrael fiainak a nevét. Hatnak a nevét az egyik kőre, a másik hatnak a nevét a másik kőre születésük rendjében. Vésnöki munkával, ahogyan a pecsét gyűrűt vésik, úgy vésd a két kőre Izrael fiainak a nevét. Körös körül aranyfoglalattal készítsd azokat, azután tedd a két követ az Éfod vár részeire. Izrael fiaira emlékeztető kövek ezek, hordozza áron a nevüket, két várészen emlékeztetőül az úr előtt. Készítés aranyfoglalatokat is, és két szín aranyláncot. Sodorva készítsd azokat, ahogy a zsinórókat szokták, és illeszd rá a sodorott láncokat a foglalatokra. Azután készíts hósent művészi munkával a döntések közlésére. Úgy készítsd el, ahogyan az efodot készítetted, aranyból, kék és piros bíborból, karmazsinfonából és sodrott lemfonából. Nézet alakú legyen, két rét hajtva, egy arasz hosszú és egy arasz széles legyen. Rakt ki a drága kőborítással. Négy sor kő legyen rajta ebben a sorrendben, rubin, topáz és smaragd, ez az első sor. A második sor, karbunkulus, zafír és jáspisz. A harmadik sor opál, agát és ametiszt. A negyedik sor krizolit, ónix és nefrit. Aranyfoglalatokkal készüljön a borítás. A köveken Izrael fiainak nevei legyenek, tizenkét kő a neveknek megfelelően. Pecsét gyűrűmódjára legyenek vésve, mindegyiken egy-egy törzs neve, a tizenkét törzsnek megfelelően. Készíts a hóserre szín aranyláncokat, sodorva, ahogy a zsinórokat szokták. Készíts a húsára két aranykarikát is, és illeszd a két karikát a húsen két végére. A két aranyzsinort fűzd a két karikába a húsen két végén. A két zsinór végét erősítsd a két foglalatra, és erősítsd az éfod vár részének az elejére. Készíts még két aranykarikát, és rögzítsd azokat is a hósen két végére azon a szélén, amely az éfod felé eső részen belül van. Azután készíts még két aranykarikát, és erősítsd azokat elől az éfod két vár részére kicsi lejjebb, közel az egybefűzéshez az éfod öve fölött. Csatolják a hósen karikáinál fogva az éfod karikáihoz, két bíbor zsinórral, hogy az éfod öve fölött legyen, és ne csúszék el a hósen az éfodról. Hordozza Áron Izrael fiainak a neveit a szíve fölött, a döntések közlésére való hósenen, amikor bemegy a szentébe, állandó emlékeztetőül az úr előtt. Azután tedd a döntések közlésére való hósembe az Úrémot és a tummimot. Legyenek azon áron, azok Áron szíve fölött, amikor bemegy az úr elé. hordozza Áron mindig a szíve fölött az Izrael fiait érintő döntéseket az úr színe előtt. Azután készítsd el az éfot palástját, az egészet kék bíborból. Legyen a közepén kivágás. A kivágás legyen körös körül szövéssel megerősítve, mint a melvért nyílása, hogy ne szakadjon be. Készíts a szegélyére gránátalmákat kék és piros bíborból és karmazsinfonából, körös körül a szegélyére, közéjük pedig arancsengetjüket körös körül. Arancsengetjük meg gránátalma váltakozzék a palás szegélyén körös körül. Ezt viselje Áron szolgálat közben, hogy hallható legyen a csengés, amikor bemegy a szentébe az úr elé, és amikor kijön onnan, hogy meg ne halljon. Készíts homlok díszt színaranyból, és vésd rá úgy, ahogyan a pecsétgyűrűbe szoktak vésni, az úr szent tulajdona. Fűz kék bíbor zsinorra, és legyen a süvegen a süveg elején. Legyen áron homlokán, és hordozza áron a szent dolgokban elkövetett bűnök terhét, amelyeket Izrael fiai a különféle szent ajándékokkal kapcsolatban követnek el. Legyen mindig a homlokán, hogy kedvesek legyenek az Úr előtt. Ezután szőj egy köntös lenből szép mintásra, és készíts egy süveget is lenből. Egy üvet is készíts művészi hímzéssel. Áron fiainak is készíts köntösöket, nekik is készíts öveket, ékes és díszes papi süvegeket is készíts nekik. Öltöztesd azokba a testvéredet, Áront és vele együtt a fiait, majd kent fel őket, iktasd be tisztükbe és szentelt fel őket, hogy az én papajaim legyenek. Készíts nekik gyors nadrágot, hogy eltakarják szemérem testüket, csípőtől a combig érjenek. Viseljék ezeket Áron és fiai, amikor a kijelentés sátrába lépve, vagy az oltárhoz járóval szentély körüli szolgálatokat teljesítik, hogy bűnbe ne essenek és meg ne halljanak. Örök rendelkezés legyen ez neki és utódainak. Máté 25.31.26.13 amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele együtt az angyalok mind, akkor oda dicsőséget rónyára összegyűjtenek elé minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől Állókhoz. Gyertek, atyám áldottai, örököljétek az országot, amely készen áll számotokra a világ kezdete óta. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelem voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy itt nodattunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy vesztelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik. Bizony, mondom nektek, valahányszor megtették ezeket, akár csak egyel is az én legkisebb testvéreim közül. Velem tettétek meg. Akkor szól a bal keze felől állókhoz is. Menjetek előttem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített öröktűzre mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom. Jövevény voltam, és nem fogadtatok be, mezítelem voltam, és nem ruháztatok fel. Beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszolnak majd neki. Uram, mikor láttunk téged éhezni, vagy szomjazni, jövevénynek, vagy mesztelennek? Betegen vagy börtönben? Mikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik. Bizony, mondom nektek, Valahányszor nem tettétek meg ezeket egyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. Amikor Jézus befejezte mindezeket a beszédeket, így szólt tanítványaihoz. Tudjátok, hogy két nap múlva lesz a páska ünnepe, és az ember fia átadatik, hogy megfeszítessék. Ekkor összegyűltek a főpapok és a nép vénei kajafás főpap és elhatározták, hogy Jézus csellel elfogják és megölik. De ezt mondták, ne az ünnepen hogy zavargás legyen a nép között. Amikor pedig Jézus Betániában, a leprás Simon házában volt, oda ment hozzá egy asszony, akinél egy alabásrom drága olaj volt, és ráöntötte az asztalnál ülő Jézus fejére. Amikor látták ezt a tanítványai, bosszankodtak, és ezt mondták. Mire való ez a pazarlás? Hiszen el lehetett volna ezt adni sok pénzért, odaadni a szegényeknek. Amikor ezt Jézus észrevette, megkérdezte tőlük. Miért bántjátok ezt az asszonyt? Hiszen jót tett velem, mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Mert amikor ezt az olajat a testemre öntötte, a temetésemre készített elő. Bizony mondom nektek, hogy bárhol hirdetik majd az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére. 31. Zsoltár 10.19 Légy kegyelmes, Uram, mert bajban vagyok. Szemem elhomályosodott a bánattól, oda van testem, lelkem. A gond miatt vége lesz életemnek, a sóhajtozás miatt esztendeimnek. Bűnöm miatt megrokkant az erőm, csontjaim sorvadoznak. Minden ellenségem gyaláz engem, szomszédaim félnek, ismerőseim megrettennek, ha látnak az utcán, elfutnak előlem. Elfelejtettek, mintha meghaltam volna, olyan lettem, mint egy kallódó tárgy. Mert hallom sokak suttogását. Iszonyú baj van vele. Rólam tanácskoznak egymás közt, el akarják venni az életemet. De én bízom benned, uram. Vallom, te vagy Istenem. Kezedben van sorcsom, ments meg ellenségeim és üldözőim kezéből. Ragyogjon rá orcát szolgádra, segíts rajtam hűségesen. Uram, ne szégyenüljek meg, ha hívlak téged. Szégyenüljenek meg a bűnösök, tűnjenek el a holtak hazájában. Némuljanak el a hazugajkak, amelyek kihívóan, gőgösen és megbeszőtően beszélnek az igazról. Példabeszédek 8, 1, 11. Én a bölcsesség együtt lakom az okossággal, és nálam van a megfontolt tudás. Aki féli az urat, gyűlöli a rosszat. A kevét és a kevésséget, a he helytelen utat, meg az álnok beszédet gyűlölöm. Enyém a tanács és a jutalom. Én vagyok az értelem. Enyém a hatalom. Általam uralkodnak a királyok, és rendelkeznek igazságosan a fejedelmek. Általam vezetnek a vezérek, és ítélkeznek igazságosan az erőjárok. Szeretem azokat, akik engem szeretnek, megtalálnak engem, akik keresnek. Gazdagság és megbecsülés van nálam, maradandó vagyon és igazság. Gyümölcsöm drágább az aranynál, a szín aranynál, és jövedelmem a színezősnél. Amen.